Az vitathatatlan tény, hogy a Sony előző generációs gépeire a holland Guerrilla Games egy megkerülhetetlen remek művet alkotott a Horizon Zero Dawn képében. 5 évvel később végre megérkezett a folytatás, lássuk, miként sikerült. A Horizon Forbidden West során Aloy bőrébe bújva az egykori Észak-Amerika nyugati partvidékét fedezhetjük fel. Ebben a pazarul festő, gazdag nyílt világban egyaránt megfordulunk füllet esőerdők mélyén, hatalmas sivatagok pusztaságában és fagyos hegységek csúcsain is. A dizájnerek elképesztő munkát végeztek, az apró részletek bámulatosak. Aloy folyamatosan reagál környezetére, a fagyban vállát dörzsölve halad előre, a hőségben homlokán felgyöngyözik a veríték. Azt pedig meg kell hagyni, ilyen elképesztő odafigyeléssel ritkán találkozunk nyílt világú akciójátékokban. Viszont már csak a játék puszta méretéből adódóan elkerülhetetlen volt, hogy becsúszson néhány vizuális és technikai baki, ám ezek alig harontanak az összképen. Az első részhez hasonlóan ezúttal is egy izgalmas, meglepetésekkel teli történetet kapunk, igaz, a cselekmény alakulásába továbbra sem szólhatunk bele. Az első néhány órát ugyan lassan vezették fel a fejlesztők, ám megéri várni, hogy az írók és szinkronszínészek elképesztő munkát végeztek. A Guerrilla Games csapata minden eddiginél nagyobb hangsúlyt fektetett a szereplők mélyebb kidolgozására, ami még a mellékületések során is határozottan érezhető, nem akad olyan apró feladat, amiben az írók ne adták volna bele szívüket, lelküket. Ezt technikai oldalról csak tovább tetézi a karakterek nagyon is emberi, érzelmekben gazdag arcjátéka. Természetesen a sztori központú küldetések mellett is lesz bőven tennivalónk. A már ismerős vadászmezőkön túl olyan új kihívások várnak ránk, mint a lóversenyek, az izgalmas arénaharcok és temérdek felfedezésre váró rejtély. A rengeteg tennivaló közül is kitűnik a Machine Strike, ami a Forbidden West saját kventjének is tekinthető. Itt apró figurákat fogunk gyűjteni, amiket aztán egy sokszerű minijátékban egymásra keresztünk. A crafting és képességünk feloldása is fontosabbá vált. Ezúttal 6 skillfelt kapunk, jelentősebbé vált a közelharc, az eszközeinket is alaposabban felfejleszthetjük, és a siker érdekében nem csak új fegyvereket, hanem a felfedezés segítő csákjövetőt és egy siklójárnyőt is bevethetünk. Ami a legnagyobb meglepetés okozta számunkra, az a világ változása egyes küldetések után. Tetteink következményeként teljes falvak alakulnak át, maditektor hemzsegő utak válnak járhatóvá, a korábban üresen kongó romok megtelnek élettel, a táj neonfényben lubickoló égkövévé válnak. Ezek a változások együttesen Aloy kalandját egy rendkívül személyes, emlékezetes élményé varázsolják. Ugyan a Forbidden West az előző generáció gépeire is megjelent, de a PlayStation 5 tulajoknak így is elképesztő élményben lesz részük. Quality módban szemkápráztató 4K felbontást kapunk, stabil 30 FPS mellett, a performance opciót választva a 60 FPS szerelmesei is elégedettek lehetnek. A DualSense haptikus rezgéséről, adaptív rovaszairól még szót sem ejtettünk, pedig íjjal lőni még sose volt ekkora élmény videójátékban. Úgy tűnik, nyugodtan fellélegezhetünk. A Guerrilla Games nagyobb, szebb, tartalmasabb formában bővítette ki Aloy fantasztikus történetét, a technikai bravúrok pedig könnyen betekednek a Naughty Dog vagy az Insomnia Games fejlesztéseivel. Ha tehát ti is imádtátok az első részt, semmiképp sem maradjatok le a folytatásról. A teljes tesztért és a játékvilág híreiért látogass el a gamekapocs.hu-ra.